édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok, szabadon és őszintén, hozzád beszélve, és mégis magamhoz valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Most ezen a furcsa nyáron, mely úgy hat rám, mint borzongó, kényelmetlen ébredés egy tarka és bolondos álom után, először válik tudatossá bennem, hogy egész életemben kerültem ezt a szót. Erőködöm, és nem tudom kimondani most se, különös szemérem fog el, nem tudom legyőzni. Pedig nem volnék éppen Zárda Szűz, se Vén kisasszony. Nevén szoktam nevezni nem csak a gyermeket, de ama boldog és áldott bölcsőt is, ahonnan származik. Megpróbálom megmondani, mi az, amit érzek. Akkor talán nem kell kimondani, ugye? Még nem olvastam ezt a könyvet, amiben ez a levelem meg fog jelenni, de úgy gondolom, ama szót megtalálod benne többször is, hiszen arról szól a könyv, amit ez a szó jelent. És megtalálod régi versekben és széles szólamokban, amik most újra élni kezdenek. Én még akkor ismertem őket, amikor egy időre halottnak tetszettek. Üresen, furcsán kongottak a fülemben, nem értettem őket, vállat vontam. Igen, valamiről beszéltek ezek a versek, és szóltak valamiről, amiről tudtam, hogy van, mint ahogy van kéz és láb. Különösen hatott rám, hogy emlegetik. Mintha valaki minden lélegzett vételnél megnevezni a láthatatlan elemet, mely a tüdejébe nyomul. Iskolai ünnepélyeken tavasszal kiáltották hangosan. Azt mondták nekem, hogy szeressem, kötelességem szeretni, mintha azt mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat. Dac fogott el, és furcsa makacság. Hogyan lehetne kötelességem, hogy magamat szeressem, holott én nem vagyok megelégedve magammal, holott én több és jobb szeretnék lenni, mint ami vagyok, holott én gúnyolom és dorgálom magamat. És mert a földön járok, ne fordítsam szememet a csillagos ég felé, melynek nincsenek határai, csak horizontja van. És mert nem tudok ellenni étel és ital nélkül, tegyen meg Istenem mi az ételt és italt. Mert nem tudok szólni másképpen, csak így. Ne hallgassam meg azt, aki másképpen szól. S ha erőt adott nekem a föld, amelyből vért szívtam magamba anyám emlőin át, ezt az erőt csodáljam a munka helyett, amelyet végrehajtok vele. Dac fogott el és makacság. Embernek neveztem magam. Azt kerestem, ami bennem hasonlatos másféle emberekkel, s nem azt, ami különbözik. Világpolgárnak neveztem magam, léleknek neveztem magam. Egy rokon lelket keres, akárhol itt a földön, s ha kell, a pokolban is. És nem mondtam ki azt a szót. De ha házat építettek valahol Pesten, vagy Fogarason, vagy Szolnokon, vagy Kolozsvárot, megálltam előtte, és úgy néztem, mintha az én házamat építenék. És ha virágot láttam nyílni a Pilisi hegyekben, vagy a Kárpátokban, tudtam, hogy a virág nekem nyílt. És ha idegen emberrel beszéltem, és az idegen ember dicsérte a Lánchidat, és a Dunát, és az Agteleki Cseppkő barlangot, és a Dobsinai jégbarlangot, és a Vaskaput, és a Balatonvizét, akkor lesütöttem a szemem, és zavarba jöttem, mintha engem dicsérne. És amikor Berlinben jártam, úgy csodálkoztam, és nevettem magamban azon, hogy ezek itt járkálnak és házakat építenek, mint aki álmában tudja, hogy álmodik, és amit lát nem valóság, álomkép, csak tündérmese, játék. Játékháznak éreztem az idegen házat. Csak játszották az emberek, hogy ezt ők komolyan veszik, és amikor a vendéglőben fizettem, elámultam, hogy elfogadják tőlem a játékpénzt, amit kezembe nyomtak, amikor átléptem a magyar határt. A megfogható, ismerős valóság ott kezdődött nekem, ahol átléptem a határt, ha életemben először jártam is arra, ahol átléptem. De nem mondtam ki azt a szót. Soha. És most már nem is tudom kimondani. Csak ennyit. Valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról, arról, hogy akinek levágták a kezét vagy a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek.
Ha ezt hallod majd Kolozsvár, és ezt Erdély, és ezt Kárpátok, meg fogod tudni, mire gondoltam. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha a keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, és dalolt, hogyha a keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő úgy röpültünk. Apa, fiú, egy igens, egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, és miként az idő úgy röpültünk. Húsz éve elmúlt. És gondolatban ott röpül a szánom az ében. És amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen. Ott röpül a szánom az szépen, csendesen esik a hó. Kis alföldi állomás előtt veszteg el a vonat, este van. Az állomásfőnök irodájából a homályos ablaküvegen keresztül sárga lámpafény szűrődik ki a hóesésbe. Öblös hang kiált ki valahonnan a vonat végéről. Kalauz, mennyit állunk itt? Másfél órát! Kiált vissza a kalauz. Na, fogom erre a kalapomat, kabátomat. Én is leszállok a vonatról. Keresztül megyek azon a kis rácsos kapun, amelynek ajtajában a bakter szokta elszedegetni a vasúti jegyet, és amelyen túl minden vidéki kis állomáson urasági hintó szokott várakozni. Most esti sötétség van, a hó csak gyengén világít, mégis tudom az utat. Hogy itt jobbra van egy széles mély árok, azon hidacska vezet keresztül, és talán 50 lépésnyire van a kocsma. Megnyitom a kocsma ajtaját, éles hangú csengő visít az ajtó fölött. Ez a hang, melyet régen elfelejtettem, most ismerősen nyilallik a szívembe. Vasúti bakterek, uradalmi kocsisok, cefetül lerongyolódott munkások állnak az első ivóban, sörös pohárral a kezükben, amikből bort isznak. Meleg van, füst van, lárma van, büdös van a kocsmában. A padlón a csizmasarkakról levedlett hó olvadó kis pocsolyái, meg a nagy alföldi köpések a kurtapipa szár mellől. Bent a másik szobában piros abroszok takarják az asztalokat, és öreg kopott pincér szolgál. Sokat lehet válogatni, marha pörkölt, meg egy tegnapi zsemmi a vacsora. Elhúzódom a szoba legsarkába, leülök egy asztalhoz, és ilyetten nézek szét, mintha sírboltban ülnék. 10 éve nem jártam erre. Ez a község Csonka Magyarország végső állomása a Bihari tájon. Innen már csak pár kilométernyire van a város, elzárva, elfüggönyözve az új országhatárral. A kis alföldi szín magyar város, ahol születtem, ahol kisgyerek voltam, ahol iskolába jártam. Egyszer a bécsi operában ültem, Korn Gold operáját adták, Die Todesstadt. Hegedűkön, oboákon, kürtökön a Holt város legendája énekelt a zenekarban. Most, ahogy ott ültem a határmenti magyar kiskocsmában, ilyen zenekari erővel zendült meg bennem minden emlék szülővárosomról. Le kellene borulnom ide a kocsma asztalára hangosan sírni, úgyhogy a vállamat rázna az okogás, de hát nem sírtam. Csak valami idegenszerű, fásult mosolyal néztem a piros abrosz virágait, és figyeltem befelé magamat, hogy mi minden zajlik most bennem. Oda nézek a másik asztalhoz, Nini, egy ismerős arc. Csak a bajusza nagyobb, vastagabb, hát persze az is megöregedett 10 év alatt. Összevonja a szemöldökét, már harmadszorra néz ide. Egyszer csak feláll, átül hozzám. Hát,
Szervusz, koma! Már régen pislogok rád, meg se ismerlek. Hogy vagy? Hol jársz erre? Édes Bihari beszédét úgy hallgatom, mintha mézet csorgatnának a szívembe. Tanító itt a községben, együtt jártunk algimnáziumban. Ülünk, beszélgetünk, kérdő, hogy én milyen hivatalba járok, mondom, hogy író lettem. Erre tapintatosan másra terelek beszédet, mintha kínos kérdést érintett volna. Egyszer csak megragadom a karját. Te! Súgom neki, elképedve, és nem tudom levenni a tekintetemet az öreg pincérről. Megismered? Kérdi mosolyogva. Az öreg rongyos pincér most töri keresztül magát az ivó vendégein. Jobb kezében legyező formán szétnyitva tartja a tányérokat, melyeken marha pörkölt gőzöl, bal kezében sörös poharak csokrát tartja. Hop-hop-hop, szabad uraim, szabad! Kiáltja vidáman. Mind a két keze tele van, felemeli az egyik lábát, abba csukja be az ajtó. Nem tudom róla levenni a tekintetemet. Olyan borzadállyal nézek rá, mint valami kísértetre. 10 év alatt nagyon megőszült. Megsoványodott. Borotválatlan állán deres szakál ütközik. Piszkos puha ing van rajta a nyakkendő nélkül. Leteszi a tányérokat, poharakat. Látom, amint csuklójával törli le a homlokáról az izzadságot. 8-10-en kiáltanak felé, ő anélkül kiált vissza, hogy hátrafordulna. Hozom, kérem, hozom, hozom! Azt mondja a tanító. 2 éve szolgál már itt az öreg. Mindjárt ott hagyta a hivatalát, mert nem akart olá lenni. Be kell szállani, mert indul a vonat. A vonatablak üvegéhez támasztom a homlokomat, úgy nézek ki a sötétségbe. Erre az öreg kopott pincérre gondolok, a holt város visszajáró kísértetére, aki 3 évvel ezelőtt még városi mérnök volt. Emlékszem rá. A kaszinó sarokszobájában minden este a református esperessel, a csődörös kapitányon, meg azzal a 80 éves pallérral tarokkozott, aki életében szám szerint 29 bihari torony hegyire N kezével rakta rá a bombot. Megyei úton repül a szám, most már nem esik a hó, kora délelőtt van, körös körül a beláthatatlan alföld némán üresen fehérlik a télben. Messze-messze óriás varjú seregek szállnak le a hóra, mintha lassan fekete csipkét ejtenének le az ég. Fiatal gazdatiszt hajtja a két lipicait, ott ülök mellette az első ülésen. Arcomat jobb felé fordítom, nagyon messze, a fehér látóhatár alján, csak akkorának látszik, mint egy gyufaszál. Álomszerűen dereng a holt város egyik tornya. Néha úgy rémlik a gőzmalom kéményét is látom. 3 kis akácfa áldogál benne a földeken. A gazdatiszt rájuk mutat az ostorával. Na! Annál a 3 fánál kezdődik az oláhatár. Repül a szán, hallgatunk. Nézünk bele a nagy fehér végtelenbe. Mikor voltál otthon? Kérdem. Ha nekem nem lehet bemenni, mert engem rögtön lekapnának. Hát de nem is megyek, mert ha megharagszom, belevágom a boxert valamelyiknek a pofájába. A tavaly az öcsémet a vendéglőben megpofozták az olátisztek. Hallottál már ilyet? Repül a szán, láthatatlan tengely körül lassan fordul a határ. Egyszer csak vidáman azt mondja. Pedig jó volna már megint biliárdozni egyet a központiba. Nézd vele a fehér messzeségbe a torony felé, és egyszer csak mintha eltorzulna az arca, belekap a gyeplőbe. Az árok fölött nagyon zökken a szám, már a földeken vagyunk, és repülünk a 3 akácfa felé. Alig 1 fél perc elmarad mögöttünk a 3 akácfa. Megkapom a karját, ilyetek érdem. Mi csinálsz? Mi a jó Isten csinálsz? Várjál csak! Várjál, hagyja! Lihegé, és dolgozik kezében az ostor. A lovak fölvágnak, a szán a puszta szűz haván nagy karét ír le, áttörve az ország határ. 1 perc múlva megint fönn vagyunk az úton, megállítja a lovakat, föláll a számba, kalapját hátratolja a fején, és öklével megfenyegeti a fehér messzeséget.
Az anyátok istenit! Hát mégiscsak otthon voltam! A szárnyoma nagy félkört ír a hóba túl a demarkáción. Egy ismeretlen betűt. A keserű magyar honfibú óriás betűjét. A néma puszta védtelen habába. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Tele legyen a magyarnak, mind az itce, mind a pince, mind a bolt. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne legyen a magyarnak sem dolmányán, sem jó hírén, semmi font. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy ne ártson a magyarnak sem a Duna, sem a Tisza, sem az Olt. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Hogy halljanak a magyarul dicsőséges tetteket is, nem csak szót. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. A magyar név dicsősége égjen, mint nap. Ne változzék, mint a hold. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Süvegelje maga magyart, mind az olá, mind a német, mind a tót. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen úgy, mint régen volt. Adjon Isten a magyarnak két kezével boldog égből minden jót. Legyen úgy, mint régen volt. Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros 2 millió magyarja. Nem én mondom neked, de a megcsonkított Magyarország mondta ki a szentenciát rólunk. Nem tehetek mást, elfogadom az ítéletet, mely akaratom és hitem ellenére fejemre olvastatott, kihirdettetett és végrehajtatott. Én rólatok, akiket erőszakkal leszakítottak rólunk, lemondok. Az ítélet végrehajtatott. Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros 2 millió magyarsága bekebeleztetett Romániába. Ez az igazság. Aki más mond, hazudik az. Aki mást hiszen, álmodik az. Aki másban reménykedik, déli bábot kerget az. Le kell vonnunk a tanulságot. Szembe kell néznünk a kérlelhetetlenül rideg valósággal, és nem szabad ámítanunk magunkat. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk. És élni akarunk, tehát dolgozni fogunk. A régi Magyarország nincs többé számunkra. De Erdély feltámadt, és van. Mint ahogy volt akkor is, amikor azt hittük mi magunk, mert akartuk hinni, hogy nincs, és csak Magyarország van. Akkor is volt, de most is van, és akár ugyanis akarja, akármilyen akarat, lesz örökkön örökké. Egy fél évszázados, szépséges útra eresztették le a sorompót, hogy tilos. Ezer esztendős erdélyi szerszámainkkal, próbált ősi erőnkkel új utakat kell vágnunk, de magunknak csupán. Régi szerszámokkal új fegyvereket kell kovácsolnunk, a lerakottaknál, az összetörteknél, a kezünkből kicsavartaknál jobbakat. Senki sem fog segíteni minket. De akkor senki se is sajnáljon minket. Építenünk kell. Fogunk hát építeni új erős várakat a régi Istennek, aki oltalmazott mindez idáig, és akit mi is megvédelmeztünk magunknak. Elindulunk új utunkon, de magunkkal visszük a nagy temetés emlékét. És egy szilánkot, egy keresztre feszített ország keresztjéből. Százezernyi Kába így él Pesten és Budán. Kedved dob a zenemasinába.
20 vagy több fillér a kedve. Egy-egy kislánya kedves kedve, egy-egy hites férjes asszonya, jön a kislány, és a szeme síkján oda van ragyogva nőve a lánya szeretője. És ott van a férj is. És ott vagyok én is. És szól a zenemasina. Aminóta jöhet, jöjjön, mert szabad. Nem az ő nótájuk egyik sem. Lopottan száll, dagad. Alacsony bánat mit kíván? Érzelmes nóta, rossz divány, és késő hazatérés, és butaság, és kacagás ígérés. Gálás vasárnapi nép. Én ott vagyok. És látom néha-néha. Egy kerek dús világon nem láttam soha más át az életnek ilyen magyaros, zsidós, vábos és tótos kigúnyolását, és most jön a java. Ezekért élünk. Ezekért a boldog cudarokért szakad a vérünk. A bánatuk nem ér egy zsömjét, és a kedvük ára egy garast, és mégis az ő kedvük maraszt a hidegben, a hőben, az életvendéglőben, és mégis értük ássuk, vagy itt, vagy másuk gödreit az emberi útnak, és nekik van igazuk, mert ők sem Pesten, sem Budán, mert ők sohasem futnak. Ők orrolnak, nevetnek, kicsi bánattal, kedvel, egy-két furcsa gyerekkel. Furcsa gyerekek jöttén az embertán elbámul. És mégis, talán csak ezek jöttenek a ma mélyebb világból. Mert hát, törvénytelenség, ha másként él, mint én. Akárki is. Ez élet gyönyörű, nagy-nagy mindjén. Vedd ki a bánat sarcát, és iszapját az életnek, szirupját a kávénak, s mit bánod, hogy merre mennek gáncsoló okosaid? Én most gagyogva emlékezem, mintha írnám szavaimat futó homokba. Csak jöjjenek ezután is a szép és hegykenők, a vasárnap szépjei, semmire kellők. Hagy jöjjenek csak. Hallom, hallom olcsó beszédüket. Ha akarom, nem hallom. Fejemet szegve tartom, és előttük egy holt magyar úr tátos lovon üget. A menekült el egy kis olcsó kocsmában ismerkedtem meg, ahol ő túlzottan szerény vacsorát fogyasztott, és büszke méltósággal tűrte a pincére kicsinlését. Eleinte szörnyű nehezen bírt fölmelegedni, látszott rajta, hogy nagy és megokolt ellenszem van benne a pestiek iránt. Nem is igen titkolta a véleményét. Ha! Büdösök! Itt ülnek a zsíros hivatalokba, mi meg mehetünk koldulni. Fel is út, le is út. Mikor a második üveg bort rendeltem, kisé megoldódott a nyelve. Jába csak. Jó erdélyi bor ez. Ennek a bornak legalább lelke van. Látszott rajta, hogy a házára gondol. Szép kis családi házára, amit vén korára éppen már magáénak nevezhetett volna, és amit ott kellett hagyni a fogarasba. A verandára, ahol délutánoként üldögélni szokott, a meghitt bútorokra. Bizony Isten úgy fájt ott hagyni őket, mint a jó barátot. Nem is hiszem, hogy nem fájt nekik is. Most valami csontos móc ül a karosszékemen. A nagyapja még medve volt, az apja csobán,
Még az inge is kilógott. Elképzelte kedves holmiait, mint egy gyermek. Milyen megalázva érzik most magukat a hódító durva keze alatt. Búsulnak utánam, mondta. A harmadik üveg bor jött az asztalra, és ekkor jutott eszébe a történet. Hallottam már? Mit? Az a csík tábori csodát. Nem én. Mi volt az? Tömegszuggesszió. Na, mondhatjuk, hogy tömegszuggesszió. Kihívó boros tekintettel nézett körül, mintha azt mondaná, látjátok, tudom én a ti pesti szavaitokat, de a szeme mögött láttam a fantáziát. Éreztem forogni a titkos kerekeket, amelyek megnyitják a rabember előtt a lehetetlenségek kapuját. Hát, hogy volt az? Nógattam, ittunk egyet, aztán így beszélt. Na hát én egy kisfiútól hallottam, akinek az apját ismertem. Csíktábori menekültek voltak, a csíktáboriak még az első okkupációkon menekültek, éhezőrgették föl őket, a jegyző telefonértesítést kapott. Egész addig az utolsó pillanatig azt mondták, hogy maradjon mindenki a helyén. Képzelhetni, micsoda fejvesztett kapkodás, kétségbe esett síránkozás volt az. Felszed előzködni lóhalálába, csak ami rajtam van, meg egy paktáska legfőjebb. Azt se tudja az ember, hogy mit rakjon bele. Annyi időse volt, hogy a legkedvesebb jószáguktól az ismerős helyektől búcsút vessenek. Gyerek, asszony, bizony. Fő kellett cipekedni mindenkinek, és verekedtek a kocsikért. A vasút az messze van oda. Uram, nem volt ez valami egyedüli eset, akárhányat tudok. Gyerekes családok 30-40 kilométernyi utat tettek meg éjszaka. Magam is. Akkor legalább szép derűs éjjel volt, holdvilágban látták utoljára a kis házaikat, a templomuk tornyát. Minden szép nyugodt volt. Bizonyram, minden szép nyugodt a világon. Csak a mi fajtánk nem fér a bőrébe. Csak mi űzzük, hajtjuk egymást örökké. Jaj, uram, jól ismerem én is ezt a képet. Fölvert, kétségbe esett emberek. Ott hagyva egész életük, földjeik, vagyonkájuk, a betegnek ágya, a gyereknek játékja, kiverve a mezőn, jajgatva és körös körül a szabadék, bosszantó nyugalma, a hideg holdvilág, a közönyös hegyek, a blazír tücsök szó. Vészes fehérsége szalad az országút, egy baljós nyúl fut át. Kitörődik a szegény emberrel. Maga baja, maga bolondsága. Csupán a házak néznek ismerősen, a szép zöld ablakok, amelyek mögött már senki sem maradt. A torony a dombról és a falu fái, csupa régi barát, az útszéli kereszt int a határfal sorompónál. Ne menjetek, ne menjetek, magyar házak, magyar fák, mikor fogtok ti megint magyar szót hallani? Megértitek-e az idegen nyelvét? Magyar életek darabjai maradtak bennetek? Még a madárijesztő is kedves a kert alatt. Egy lány felette rajta a keszkenőjét, amit előtűzött oda a szeretőjének. Lébeg lobog a kendő. Isten veled. Állatok hangja bőg és béget ki még olbó istálóból, amiket ott hagytak. Hát ennyi az egész búcsúztató. Kutyák ugatva szaladnak a szekerek után. Aztán csak tücsök zaj, kocsizörgés és csecsemők sírása. Egy falu maradt üresen a hódító számára. Az én ismerősöm kisfia, hát persze gyerek volt, még nem érezte ezt úgy, csak alad volt neki, és különben akkor még mindenki abban volt, hogy 2 hét múlva visszajövünk. Mégis úgy volt, azt mondják, az utolsó úthajlásnál, ahogy a falu visszanézett rá, mintha minden ablak egy-egy szem volna, és a torony az órával egy szemrehányó arc volna, nyújtózkodó, keserves nyakon, amely utánuk néz a bujdosóknak. És ahogy még egy szél jött, emelgette a kerti fák szárnyát, mintha utánuk akarnának szállani. Szegény fák, jönnek a lógós ingű olágyerekek a cigánybicskákkal.
de nem sokára minden eltűnt a lejtő mögött, és megkezdődött a hosszú éj út. Erdőségeken mentek át, siránkozások és különös pörpatvarok között. Ki ezt feledett otthon, ki amaszt, kinek az ülése volt rossz, a háta fájt, ki valamely hozzátartozóját nem találta, ennek a podgyászát rakták, vagy elül elfoglalták a helyet. Majd azon vitatkoztak, hogy kimenjen gyalog, mert nem fértek föl mindannyian a szekéren. Az otthonra alig gondoltak már a jövért való nagy aggodalomba. Lesz a vasút a legközelebbi állomásnál, kapnak-e majd enni? Csak egy öreg asszony óbégatott a háza után. Ő ott szeretett volna meghalni. Kiürített falukon haladtak keresztül, nem jója. Mély csönd. Még egy kutya sem ugatott elébük. A földek és a házak némán kiáltottak a hűtlen és bolond emberi faj után. A kisfiú fáradt volt, a rázás, a síralom, az unalom megtörte. Az útfáj végtelen egyformasággal verődtek a szemébe, és sosem akart megszűnni a menet. Fázott is. Megfázott, gyenge, beteges fiú volt. Egy kartársamnak a fia egy ügyvédé. A menekült a bor után nyúlt, ivott egyet, és folytatta az elbeszélést. Na, végre, végképp kimerülve elérkeztek az állomáshoz. Vonatnak híre sincs már napok óta, a város tele menekültekkel, nem marad más hátra, mint anyát ütni a szekereken, a szabad ég alatt, a gyönyörű holdvilágos éjben. Jó messze kerültek a várostól, ahol szabad tér volt, és valóságos szekértábor csináltak az erdő szélen, ahol máskor a cigánytanya volt. Majd egy hetet töltöttek itt hajléktalan és koplalva, mert a városka élelmezni nem tudta őket, és hát... Itt történt a csoda a negyedik éjjel. Hogyan beszéljem el? Tudnilik, a kisfiú álmával kezdődött, azaz hát én tőle így tudom. Lázas álma volt az éjjelen. Álmában ott járt megint csíktáborban. Különös nyugtalanság volt az éjszakában. Az elhagyott falu, mintha élne. A házak szinte ágaskodtak. A torony idegesen nyújtotta a nyakát, a fák egyre rázták a lombjukat, s a bokrok tipegtek, mint a kis csibék, akiket az anyjuk elhagyott. Néhány olákatona ment az utcán szuronyosan, mások a betört ablakok mögött látszottak, kutattak a kamrákba, vigadoztak az elhagyott borokon, kúrjongattak olykor, de kúrjantásuk félelmetesen visszhangzott az üres szobákban. A kisfiú reszketett. Egyszerre csak a házak emelkedni kezdtek. Csúnya, vakolatlan falgyökerüket húzkodták ki a földből. Támolyogtak. Mi ez? Földrengés? Kiáltották a katonák, és szaladtak ki a szabadba. A fák fenyegetően csóválták fejüket. A kisfiú reszketett. A katonák a rét felé futottak, ahol ő játszani szokott. A fű egyszerre mászni kezdett. És mintha millió nagy bogár szaladna, szaladt a katonák elől. Egy fa egyszer csak kilöpült, kirántva gyökerét a földből, mint egy madár. Különös, szélcsönd volt, és mégis mozgott minden. A kő Krisztus méltóságosan jobbra-balra ingatva tágította a talapzata ágyát. A toronynyaka meggörbült, s előre nyújtózott. Ide-oda jártak a holdas vízfények, minden ablak mozgott. A házak éltek már. Az idegen látogatót az ablakaikon rázták ki. Éjjel férgekként menekültek a fosztogatók. Egy kis ház egészen elmozdult a helyéről, szinte föl-fölszökött a levegőbe, mint egy nyugtalan csikó. Töredező mészkarajak pattogtak le a holdas falakról. Különös mozgalom volt a kertek virágai között. Egy rózsatő a kerítés alatt bújt ki az utcára. A határfa már a levegőben lengett, tétovázott. A falunak nem volt határa többé. Sem sövény, sem határ. A sövények elmásztak, utat csináltak a házaknak, s a kerti dolgok kiáradtak az utcára, mint különös kísértet, a sötét és várakozás teljes nyüzsgésbe. Há, hogy lehet ez? Egy-egy ház már messze a mező lengett, ólai akácaik körülötte sereglettek, követték, mint kövér gazdát a kiskutyák. Egy lábon ugrált a malomköves kerti asztal, nehézkesen kapkodva tömzsituskó lábát. A ház előtti patkák elnyúlva futottak, mint az agarak.
A madár ijesztő a levegőben röpült, lobogott a keszkenő a vállán. Szertele suhogások hallatszottak, és a fiú a szelét érezte. Fekete alapgödrei tátogtak az elhagyott falunak, törmelékek, vakolatdarabok hevertek a földön, a szemet betömte a szétmálott mézpor. Csak sejteni lehetett, amint a község háza emelkedik, hát a legnehezebb a jog, az igazság. Odalent bukdácsoltak az elhagyott katonák, mint egy kiásott temetőbe hökkent éjes hiénák módjára. Sötét volt. A súlyos lebegő kőtömegek furcsa forgataga elfedte a holdat. Az egész falu röpült. Képzelje, egy valódi nagy légi karaván, és egyre jobban erősödött a hideg szél, ez a hideg szél, hát így mondja a fiú, az utolsó, amire álmából emlékszik. Akkor már nagyon nyugtalanul foroghatott a szekéren, fázott szegény, és amikor fölébredt, még mindig érezte ezt a hideg szelet. Szerte körös körül minden szekéren vacogó, nyugtalan algók nyújtózkodtak, a hold hideg fényében jó bebugyolálva, ahogy lehetett. Halk és tört mozgások hallatszottak mindenhonnan, egy-egy köhécselés, didergés. A földön, mintha ideges egérkék szaladgáltak volna, a fák borzongtak. Hány óra lehetett már? A szél egyre zúgott, és ekkor gyors, különös felhő közelgett messziről, mondom, a hold világos volt, hideg és józan. Édesapám, próbálgatta halkan a fiú, hogy apja ébren van. Hány óra lehet már? Nem feled senki. Egy pár mozgás után csönd lett a szekereken újra, csak az öreg asszony, aki a házát sajnálta, nyögte hangosan még az álmában is, hogy én ott akarok meghalni, én ott akarok. A fiú összerezzent. Egy új szélroham jött át. Nem volt ez távoli harangszó? Hol szólhat most a harang? Mintha nem a falu irányából jönne, és különben is a szél ellenkezőleg fújt. Hát tudja, uram, honnan jött ez a harangszó? Tudja? Há? Hát föntről! Felülről! Igen! Abból a furcsa formájú felhőből, és a felhő olyan iszonyú gyorsasággal közeledett, hogy a fiúnak elállt a szívdobogása. A harangszó vele közeledett, és mindig tisztábban hangzott már, és közte valami különös zúgás, suhogás. Hát nem volt ez anyagtalan felhő, néma lengés. Bim-bam, bim-bam, kongtak belőle a hangok, és mindig alacsonyabbra szállt. És egyszerre csak egy fehér tömeg vált ki belőle, egy holdas fehérség, mint egy holdas madár, óriás, előre nyújtott hajló csőrében inget-lengett a harang. Ennek a madárnak a hangja volt a bim-bam. Hát nem is madár volt, hanem a templom volt. Írtózatos gyorsasággal zuhant a légen át, és a többi házak körülötte is az apróbb dolgok, a fák, a kőkereszt, ki, ami nehéz volt. A fiú félkönyökre támaszkodva meredt szemekkel nézte azt. Hú, de mindenit. Hát úgy mondja el, szóltam, mintha maga is elhinné, mintha látta volna. Kitűnő fantáziája van. Elégedette bólintott, és folytatta, mint egy született mesemondó. Láttam rajta, hogy a képzelet nagy narkózis neki. Tehát ekkor már mindenfelé ébredeztek a szekereken, a kutyák szűköltek, vonítottak. Holdas rémület káprázott a szemekben. Az emberek fejük fölé tartották a kezüket. Nagy gyerek sírás volt, egy-egy alak izgatottan szaladgált a szekerek körül. Mások legyökereztek a bámulattól. A templom irtózatos súlyjal lezuhant egy kissé messzebb a tisztáson, mélyen a földbe vájulva alapzatával tompa robaj közt, s megállt meretten, mintha odaépítették volna 100 évvel ezelőtt. A harang lengése lassan elcsendesült. Hát és új meg új zuhanás, amit új meg új házak csapódtak a földre. 9-10, és már új kis falu sereg lett az égből hullott templom körül, egész olyan rendben, mint a régi. Jobbra a törvényház, balra a plébánia, odább az ügyvédháza, a kisfiú apjáé, hát és itt sorban a többi mind. Minden ház elé lehullottak a fák, amik épp odavalók voltak, a két akác, vagy egy-egy eperfa, és azon mód gyökeret vertek ott. Fönn még egyre zúgtak a nagy négyszögű tömegek, lebegtek a szárnyas fák, itt-ott felhő gomolygott fűből, virágokból, hát úgy bent minden, mint a karikacsapás.
A felhő lezáporozott a ház mögé, a fű kis nyüzsgéssel elhelyezkedett, a virágok glédába állottak. Legyűrűztek a sövények is. Minden kicsit tépet volt a hosszú utazástól, a házak is foltosak, ahogy lehullott róluk a vakulat, de végre is ott állt a falu, az egész csíktábor. A nagy holdvilágban úgy, ahogy szerették, ahogyan álmodtak felőle. Leült a határfa is, a kőkereszt, a madárjesztő, minden pontos helyre. Hát utoljára már a Kálvária potyogott stációként egy közeli dombra. Egy szóval a falu utánuk ment a menekülteknek, mondtam. Úgy van! A legelső állomásig, ami nem volt olá kézen. És ezt mind a fiúcska képzelte. Hát dehogy, uram! Ezt mindjárt látták, átélték. Hát, rögtön bementek az égből esett faluba, kiki a maga házába, a kedves holmik közé. Bolyogtak a jól ismert utcákba, és talán azt hitték volna, hogy el se váltak onnan, és álom volt az egész menekülés, ha nem lelik pusztulás, fosztogatás nyomát a házakba, s ha nem látják körös körül az idegen tájt, az idegen formájú hegyeket. Hát, kiáltottam. Csíktábornak ez szerint más helyen kell lenni a mappán, mint az előtt. Nára, hogy a szóra értsem ezt a mesét. Egy egész falu egyszerűen ott hagyta az oláhokat, átjött a demarkációs vonalon. Házastul, mindenestül. Ezt higgyem el, uram. És várakozva néztem Bortól csillogó szemeibe. Tömegszuggesszió! Hát mondtam már, tömegszuggesszió! Felelt fölcsigázott lelkének magasából tekintve le rám. Látták ezt, uram, mindjárt, hogy én látom önt? Hát, azóta már többször is hallottam. Tette hozzá a nagyobb hitelesség véget, és minden meggyőződés nélkül. De uram, mondtam, mert szerettem volna tisztán látni, mennyit hisz ő maga. A tömegszuggesszió nem tartott hetekig, hónapokig. Ez mégis lehetetlen, hogy ilyfajta képzelődés meg ne száfoljon a valóság ennyi idő alatt. Hát csak nem akarja állítani, hogy a csíktáboriak ott laknak azóta a képzelt faluban, élnek talán a képzelt kamrák, képzelt tartalékján, mámorosan a képzelt pincék képzelt boraitól. Látja ezt a bort, uram? Jó bor ez. Megvan az ereje, és ez is jó erdélyi bor. De higgy el, uram, ha most mámorosnak gondol, nem ettől vagyok mámoros. Nem ettől. Azt hiszi, csak a valóságos bor mámorosított. Volt nekem egy szőlőn, ott Galason, Küküllőbe. Csak rágondolok a borára, már boros a fejem. Sosem iszom többet. Felkapta a poharát, és ivott legalább a vendéglős borából. Én újrahozattam, és kocintottam vele, összetegeződtünk. Na, de pajtás! Tértem vissza kisvártatva a kényes témára. Mégiscsak furcsa nekem ez a csíktábori dolog. Hogy furcsa? Miért furcsa? Kérdezte. Hát, hiszen a csíktáboriaknak idegenekkel is kellett érintkezni, a hatóságoknak is közük volt a dologhoz. Kezdtem kifejteni a hosszas tömegvízió képtelenségének kézzel fogható bizonyítékait. Ettől, mintha kissé gondolkodóba esett volna. Hát, úgy látszik, szólalt meg végre, elfelejtettem mondani, hogy a csoda csak egy éjjel tartott. Csak egy éjjel? Na, úgy van, reggelre minden eltűnt. A házak? Visszaröpültek, ahogy jöttek. Vissza? Ja, kakas szóra. Az emberek fölriadtak arra, hogy reng a ház, szaladtak újra ki a szekerek felé. Akkor legalább vihettek volna egyet-mást magukkal, egy-egy
kedves tárgyat, amit a menekülés zavarában ott felettek, egy-egy emlékét az éjjeli csodának, maradhatott volna valami bizonyosság. Hát maradt is! Kiáltott. Azaz, hogy nem ami maradt, hanem ami eltűnt. Közelt hajott hozzám, és úgy mondta ezt, mint valami titkot. Egy ember eltűnt. Eltűnt a házakkal együtt. Hogyan? Kiáltottam. Egy ember benn maradt a faluba. Micsoda? A faluban, amikor elrepült? Ége a házába, egy öreg asszony. Nagyot ívott, aztán folytatta. Az öreg asszony, aki minden áron ott akart meghalni. Ott akart meghalni maga a házába, és elérte a vágyát. Elérte? Elérte! Ott halt meg a kedves házában. A ház visszarepült vele. Csak nem állított, hogy nem találták meg. Vagy igen, eltűnt nyomtalanul. Talán megtalálták az oláhok az üres faluba. De ez azt mondtad, hogy tömegszukeszió volt az egész. Én azt nem mondtam! Így görbüljek meg, ha én ilyet mondtam! Kihívó boros tekintete megvillant, megint közelebb vonakodta a széket. Voltál már te spiritista szeánszokon? Voltam. Láttad, amint az asztal a levegőbe emelkedik? Levitáció? Az asztal a levegőbe emelkedik! Mi emeli föl? Ha a lélek, a gondolat már egy közömbös asztalt fölemelhet. Ne emelhesse föl a házat, a falut, amelyet gyerekségétől összenőtt, ahol ott hagyta egy részét. Hidd el, hogyha te menekültél volna éjes éjjel,